A kis pályás futballt azért tartják a foci egyik legszórakoztatóbb ágának, mert egyrészt visszaadja a nagypályás futball varázsát. Pörgős rövid meccsek, sok akció és még több nevetés. A szekszárdi kispályás amatőr bajnokság is az ilyen tornák közé tartozott. Azonban most nem a játékon volt a hangsúly. Az idén lezárult, az első három csapat pedig megkapta jól megérdemelt jutalmát, az érmeket. A szervezők azt mondták, hogy sikeresnek mondható a kispályás teremtorna, a céljuk pedig egyre több csapat szerepeltetése a bajnokságban. Mondhatjuk azt, hogy a szokásos rend szerint szerveztük és bonyolódott a városi kispályás bajnokság. Ugye a bajnokságnak az alapvető célja az az, hogy amatőr csapatoknak a lehető legtöbb játék lehetőséget biztosítsunk az őszi és tavaszi forduló során. Ugye most 12 csapattal rendeztük a városi bajnokságot. Természetesen a cél és a szándék az az, hogy ez a csapatszám és a bajnokságban résztvevő játékosok száma évről évre nőjön. Egyébként ez a 12 csapat sem kevés, hiszen minden csapat 20 fővel nevez a bajnokság, ez azt jelenti, hogy 240 amatőr labdarúgó az, aki hetente kétszer sportol nálunk a pályán. Tehát még egyszer, alapvetően a cél az az, hogy minél többen játék lehetőséghez jussanak. Természetesen aztán, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor a csapatokat eléri a játék heve, és nagyon komoly és parázs mérkőzések vannak, meglehetősen magas színvonalon, úgyhogy én ezúton is gratulálok a csapatoknak, és köszönöm szépen, hogy idén is részt vettek a bajnokságon. A harmadik csapat a Várköz csapata lett a tornán, ami szinte csak rendőrökből áll. A csapat a szezon elején nem erre a helyezésre számított, azt mondták, meglepetésként érte őket a harmadik hely. Azt hiszem, hogy idén túl teljesítettük az elvártat, amit az elején terveztünk. Harmadikak lettünk. Nem vártuk magunkat erre a helyre, meglepetés volt. Én gratulálok a csapatomnak, úgyhogy meg vagyok elégedve az idei szezonnal. A legnagyobb problémák mindig azzal adódtak, hogy megfelelő létszámba ki tudjunk állni. Egy-két meccs miatt el is maradt, de amikor ott voltunk, akkor hoztuk, ami tőlünk elvárható. A második helyezett csapat csupán egyetlen vereséget szenvedett az egész idény alatt. A D-Logisztik csapatát csak az első együttes tudta legyőzni a szezon elején. A csapatom idei idénye azért nem sikerült annyira jól, mint ahogy azt mi terveztük, de egyetlen egy vereséget szenvedtünk a bajnoktól, és kettő döntetlent. Nagy szerepet játszott a játékunkban az, hogy elfáradtunk. Ugye nem csak a kispályán játszunk, hanem egyéb más bajnokságban is részt vesz a csapat nagy része, és ez érezhető volt, egy kicsit elfáradtunk a végére. A teremfoci bajnokságot a Ferro Patent csapata nyerte meg. A fiúk az idény összes mérkőzését megnyerték, 11 győzelmet bezsebelve. Azt mondták, korábban is készültek arra, hogy megnyerjék a bajnokságot, és örülnek annak, hogy idén ez összejött nekik. Most egész jó volt, jól mentünk szerintem, tehát nem tudom, megvoltunk, volt cserénk, aztán hát kijött a lépés nekünk, ennyi volt igazából szerintem. Elsők lettünk, sikerült nyerni. Ez a legjobb, amióta játszunk ezen a városon egy pár szezon óta. A szekszárdi bajnokságban több mint 200 játékos lépett pályára. Ez is jelzi, hogy a kispályás foci nem veszít a varázsából, még az idősebb korosztályban sem. Dobolástól és szurkolástól volt hangos, három napon keresztül Faddombori. Az ország sárkányhajósai randevúztak itt a 17. Magyar Sárkányhajó Bajnokságon. A többnapos versenyen 21 legénység szállt vízre, különböző távokon és kategóriákban. Most már közel 10 éve itt rendezzük mindig Faddomboriba ezt a versenyt, nagyon szeretjük ezt a helyszínt. Jó emlékekkel jövünk ide vissza mindig. Nagyon, nagyon vendégszeretőek itt a faddiak, úgyhogy ezt itt szeretném mindjárt tolmácsolni felük a köszönetet is. A versenyen egyébként 21 legénység versenyez. A verseny az 2,5 napos, ugye pénteken voltak a hosszú távú versenyek, a 2000 méterek, ami körpályán volt.
Szombaton volt a 200 méter, ma vasárnap pedig az 500 méteres futamok vannak, ezt ugye 6 párhuzamos pályán rendezzük. A különböző kategóriákban indultak ezek a csapatok, ugye van a úgynevezett premier kategória, ami a legerősebb, azok a felnőttek, vannak U18-asaink, tehát ifjúságiak, és van két senior kategóriánk, A és B, ami azt jelenti, hogy a 40 év fölöttiek és az 50 év fölöttiek versenyeznek. Ugye a kategória, és hát a korosztályokon belül van még olyan, hogy open kategória, ahol a férfiak versenyeznek, van a női kategória, és van a vegyes, ahol azonos létszámban vannak a nők és a férfiak. Tolna megyét a helyi faddi sárkányhajósok képviselték, ők szabadidős egységgel vettek részt, de érkeztek az ország egész területéről versenyzők. Idén ez a magyar bajnokság nem válogató verseny. Ugye tavaly sokkal nagyobb tétje volt a magyar bajnokságnak, mert a szegedi világbajnokságra válogatott, és akkor azért létszámban is sokkal többen voltak, nagyobb volt a presztízs, a motiváció. Azért most ezen a magyar bajnokságon látszik az, hogy nincsen ez a feltétel, mert a világbajnokságon és az Európa bajnokságon, ahol indulunk, ott már előbb le kellett adni a nevezést jóval, úgyhogy ez már gyakorlatilag a tél folyamán eldőlt, hogy oda kik indulnak. A nemzetközi keret az már megvan, úgyhogy ez egyrészt összetartó ereje is a versenynek, a csapatnak. Maga a válogatott jó részét, tehát a 10 főből, 12 főből 9-et a mi klubunk ad, úgyhogy nyilván felkészülésben is hasznos. Alapvetően ez mégis azért a klubok versenye itthon, úgyhogy elsősorban a tétje az leginkább itthoni, a felkészülés szempontjából is fontos a világbajnokságra. Hát most már a 12. éve vagyok itt magyar bajnokságon, és minden évben nagyon szívesen jövünk, úgyhogy abszolút jó a víz is, kellően mélység is ezekhez a nagyhajókhoz, úgyhogy a környezet is minden évben szuper. Szélessége az adott, tehát abban nem igazán van különbség, mert nagyon fontos az, hogy a medernek a mélysége legyen elegendő, illetve kellő, illetve hogy a különböző pályák között ne legyen eltérés, tehát hogy ne legyen például az, hogy a szélső pálya sekélyebb, a közepe mélyebb, és akkor így előnyt jelentene valakinek. Itt nagyon jó egyforma a mélysége a víznek, és kellően széles is maga a víz, úgyhogy a parthoz sem kell túl közel menni. A Strandlabda Diák Olimpia országos döntőt már sok-sok éve megrendezik. Mi utoljára 10 éve voltunk ezen az eseményen, akkor volt hát olyan korosztályunk, akivel érdemes volt azért nevezni. Ezt a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os korcsoportokban rendezik, páros és 4-es, a profiknak páros, tehát az igazoltaknak, az amatőröknek, a nem igazoltaknak pedig 4-es. Mérkőzések vannak, nyilván szabadtéren, homokba. Na most az országos döntő az Pesten volt, de hát addig el is kellett jutni, hogy vezetett az út a döntőig? Hát itt az út nagyon egyszerű, ez nyílt bajnokság, tehát aki nevez, az részt vehet egyből az országos döntőpont azért, hogy az esemény rangját, meg a létszám, ezeket a Diáksport Szövetségnél fő szempont, hogy nagy monumentális események legyenek, mert az ő elveikben ez van bent. Hány csapat vett részt az országos döntőn, és hogy szerepeltetek? A mikor csoportunkban 9 csapat, de például az 5-ös, a 6-os lányban én láttam a nevezést, ott 36, tavaly 54, most ebben a 3-as amatőrben, lányban 9 csapat vett részt ezen a döntőn. Hogy alakultak a párosítások, és hát hogy jutottatok el a dobogóig? Hát nyilván a 9 ugye osztható 3-mal, 2-vel nem osztható, így akkor 3-as csoportokat sorsoltak ki vakon, és érdekes módon, hogy a sorsolás jó volt, olyan szempontból, hogy végül kiderült, hogy a 3
legjobbnak tűnő csapat külön águnk volt. Ennek ellenére a két csoportmeccset megnyertük, és utána volt a legfontosabb meccs, ugye tudjuk a keresztjáték, ezt ugye az olimpia óta tudjuk, mert vagy nyersz valamit, vagy semmit. Azt a mérkőzést sikerült meghozni, azt is, és akkor a hármas döntő, mivel kétszoros vereség is belefért ahhoz, hogy hát dobogósok legyünk. Ott sem voltunk a távol a győzelemhez, de most mi nyertünk. A paksi csapat a rájátszásban is szoros mérkőzéseket vívott, így a lányok büszkék lehetnek a teljesítményükre, valamint a megszerzett bronzéremre. Somogyi Ceciliával beszélgetünk, túl vagytok egy országos döntőn, itt a tanár úr már elmondta, hogy nagyon szép eredmény ez, főleg annak tükrében, hogy az edzés lehetőségetek azért leginkább most a teremre korlátozódik, mint ahogy most is látjuk. Nem volt ez azért probléma? Hát, de az mondjuk azért eléggé macerás volt, hogy akkor ugye homokban játszunk, meg nem tudtuk, hogy a körülmények milyenek lesznek, és hogy csak a távolugra gödör volt. De egyébként ahhoz képest szerintem nagyon jól megoldottuk az egészet. Mióta foglalkozol a röplabdával? Hát harmadikban kezdtem, de utána a negyedikben kimaradt, mert nagyon zsúfolt volt a hetem, és nem fért bele, de utána viszont ötödik-hatodik így végig, szóval 3 éve. Mi a terv, hogyha az általános iskolát befejezted, akkor szeretnél olyan helyen tovább tanulni, ahol röplabdázni is tudsz? Hát szeretnék, de nem tudom, hogy erre hol van lehetőség, meg hogy, de hát igen, szeretnék. Egyébként, hogyha visszaemlékszel a döntőre, ugye a harmadikat lettetek 9 csapatból, a tanár úr már elmondta, hogy hogy alakult az út a döntőig, milyenek voltak az ellenfelek? Hát az első meccs az nagyon, tényleg az volt a kritikus meccs, amikor így hát rá kellett hangolódnunk az egészre, ha sikerült megnyernünk, akkor egy jó hangulatot adott, és utána megnyertük utána a következő 2-t, és akkor már biztosan benn voltunk a helyezettek között. Utána viszont, mivel fejben a másik csapat jobban ott volt, ezért ők nyertek, és aki első lett, őket pedig hát kis szerencsével talán meg tudtuk volna verni, de az így jött össze most. De azért nem vagy elkeseredve? Nem, hát azért egy országos harmadik hely az azért nagyon jó, szerintem úgy, hogy ilyen lehetőségeink voltak, az nagyon, nagyon jó. Tudjuk már, hogy milyen szép eredményt értetek el az országos döntőben, látom, te is csupa mosolyogva. Te mióta röplabdázol egyébként itt az iskolában? Hát harmadikos korom óta, még az alsóban a kis teremben ott kezdtük, és ugye a felsőben meg folytattam ugyanúgy tovább. Mennyire más egyébként ez a műfaj itt a teremben, mint mondjuk kint ugye a strandröplabda? Hát egyrészt ugye sokkal furább homokon játszani, mert nehezebb mozogni is, többet kell futni is ugye a strandröplabdába. Szerintem benne könnyebb, jobban szeretek benne játszani. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ha majd dönteni kell a későbbiekben, hiszen a strandröplabda, azt tudjuk, hogy milyen népszerű sportág épít, beszéltük, hogy már az olimpiai műsoron is szerepel, akkor nem tervezett, hogy átpártolsz majd a másik ághoz, a strandröplabdához? Hát annyira nem tervezem, én jobban szeretek itt ugye benn játszani, meg a kint itt az legfeljebb úgy, hogy barátokkal mondjuk elmegyünk a strandra nyáron, és akkor ott ilyen hobbi szinten, vagy így. Itt már az előbb beszéltük, hogy az is nehezítette egy kicsit a helyzetet, hogy ugye hát terembe edzetetek végig, mert az időjárás sem engedte meg, hogy kint tudjatok, de itt hallom, hogy azért a homokozó gödöt is igénybe vettétek. Igen, ugye kint voltunk a távolugró gödörnél, ott játszottunk. Jó volt, csak hát arra kellett figyelni, nehogy átmenjen a szomszédba. Azért ez más felállás, ugye itt nem 6-6 ellen játszottok, azt is meg kell azért szokni. Hát ugye 4 ellen játszunk, mi tulajdonképpen nem is játszottunk még 6-osban, mert ugye az a negyedik korcsoport, hanem ugye 4-esben, és hát könnyű úgy nagyjából, csak meg kell szokni ugye a strandlöpadva szabályait, mert azért más, mint a benti a teremben játszódó. Az országos döntőben végül csak a budakeszi, valamint a budapesti csapat bizonyult jobbnak a paksi lányoknál. Folytatás már a teremben.